2023 vízkeresztjén lepett meg a tarcari református templom nagyobbik harangja. Ennek oka vélhetően az, hogy a harangnyelv oly sokszor ütődött neki, hogy nem bírta tovább annak masszív anyaga sem. Így a több mint 200 éves harangot egy újra kell cserélni, hiszen az nem szól. Azóta folyamatosan zajlanak az előkészületek a rendbetételére nézve. Ugye először abban reménykedtünk, hogy hát ha meg lehetne javítani, de a szakértők megállapították, hogy nem lehet javítani, újra kell önteni a harangot. A templomunk ebben az évben 250 éves, tehát 250 éve volt a felavatása, a felszentelése, tehát különleges dátum ez a templomunknak az életében. A harang pedig 1804-ben öntetett. Az új harang költségeit nem tudja önerőből fedezni az egyházközség. Ennek a harangnak az újraöntése kb. 25 millió forint lenne. A költségek azért is emelkedtek meg ennyire, mert a templom országos védettség alatt áll, és az örökségvédelmi főosztálynak vannak elvárásai és kikötései, hogy milyen módon kell ezt elvégezni. Ebben az esetben például, hogy az eredetivel analóg módon másolni kell az eredeti harangot. Azonban egy civil szervezet most az egyházközség segítségére siet egy jótékonysági eseménnyel. A repett harang használhatatlanná vált, és igazából hiányzik így mindenkinek a faluban ennek a nagy harangnak a hangja, és mi bízva a közösség erejébe úgy gondoltuk, hogy elkezdünk valami gyűjtést, és most ebben a bál időszakban február 3-án fogunk egy bált az Andrássy kúriában megtartani, ami egy borárveréssel lesz összekötve. Egyesületben főleg borászok vannak tagként jelen, és mi saját módunkon próbálunk segíteni, és a borárverés a borászoknak egy olyan különlegesebb tételeiből áll majd össze, amik már nem kaphatóak, viszont értékük van, és reméljük, hogy lesz olyan ember, aki akár borgyűjtő, és egyben támogatni szeretné a harang ügyét, az eljön erre az eseményre. A bálnak jelmez témája is van. Ugyan nem kötelező, de örömmel veszi a szervező, Tarcalbor és Kultúra Egyesület azt, ha valaki 19. századi öltözékben jelenik meg.